A Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tolna megyei Tűzoltó Szövetség összefogásával 16. alkalommal rendezték meg Kurdon a Tűzkakas Diák Tűzoltó versenyt. Idén 4 településről érkeztek a gyerekek a megmérettetésre. A helyi általános iskola diákjain túl jöttek Bonyhádról, Kocsoláról, Nagymányokról és Gyulajról is. Eddig a medicinlabdását, azt a célbagurítást, meg most ezt a bombázsot. A rendezvény elsősorban a kisiskolásoknak szólt. 14 pályán 14 feladatot kellett teljesíteni. A gyerekek próbára tehették az elméleti és a gyakorlati tudásukat is. A szervezők igyekeznek minden évben változatos, izgalmas feladatokkal előrukkolni, ezzel is maradandó élményt szerezni a kis versenyzőknek. Legfontosabb célunk, mint minden évben az, hogy a gyerekek játékos formában tanuljanak meg olyan fontos dolgokat, hogy hogyan vigyázzanak saját magukra, vagy a körülöttük levő emberekre. Ez a verseny legfontosabb célkitűzése. Ami nagyon fontos, hogy már 16. alkalommal tudtuk megrendezni. A versenyeken elsősorban arra építenek, amit a gyerekek az általános iskolában tanulnak, így módon a megmérettetésre külön készülni nem kell. Olyan feladatokat kapnak, ahol készségeket fejlesztenek. Idén a Dombóvári Egészségfejlesztési Iroda az elsősegélynyújtás fortéjaiba avatta be a diákokat. Müller János elmondta, hogy akik ma a pálya szélén állnak és segítik a csapatokat, mint pályavezetők, ők régebben szintén versenyzők voltak. A Tűzoltó Egyesület mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy versenyekkel, szakkörökkel próbálják a gyerekeket maguk körül tartani. Azt kell bennük éltetni, hogy felnőtt korukba is jöjjenek vissza, és az önkéntességgel segítsék megteremteni a település biztonságát. A kurdi önkéntesek még mindig is kiemelkedtek ezek közül, hiszen olyan jellegű feladatot vállalnak még a településen, amikor is 4500 óra kötelező készhelyétet hajtanak végre, úgynevezett beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként tevékenykednek. És hogyha képben nézünk itt a gyerekek, ugye az önkéntes tűzoltó egyesületeket képviselik, ugye mai napon itt 14 csapat van, az önkéntes tűzoltó egyesületek készítették fel őket, illetve azon iskolák, pedagógusi, akikkel kapcsolatban állnak az egyesületek. Bán Attila, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltó ezredese elmondta, hogy a megyében 22 önkéntes egyesület teljesít szolgálatot, ezzel is segítve a katasztrófa védelem tűzoltó állományát. Tűzoltó pedagógusok igyekeznek összetartani, mi is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot velük. Más versenyek, mint például a Bonyhádi Széchenyi Ödön verseny is van még a gyerekeknek, de ugyanígy pandémia mentes években részt veszünk a Tűzoltó Szövetség által rendezett versenyen, ott is vannak diákcsapatok. Konkrétan a versenyt meghirdetjük. A verseny nyilvános helyeken van meghirdetve, a Tűzoltó Szövetség honlapján is fenn van, és így értesülnek róla a tűzoltó pedagógus kollégák. Ahhoz, hogy a verseny minden évben létrejöjjön, szükség van segítségre is. Kurtelepülés önkormányzata a vándorserleget ajánlotta fel, a Tűzoltó Egyesület tervezi és szervezi minden évben a megmérettetést, a Tűzoltó Szövetség pedig 100 000 forinttal járult hozzá az esemény létrejöttéhez. Ebből tudnak ebédet biztosítani a csapatoknak és a segítőknek is. A verseny célkitűzései között szerepel a diákok játékos formában történő felkészítése a vészhelyzetekre, az együttműködési készségek kialakításának segítése, a tűzoltóság múltjának, hagyományainak megismertetése.